Sziasztok, Ebene 92 vagyok, és ez itt az első magyar Minecraft hírösszefoglaló műsoradása. Első pontként kiemelném a Mojangnak a legújabb hírét, amelyben egy nyereményjátékot hirdettek meg, aminek elég nagy nyereményei vannak. Arról szól a nyereményjáték, hogy készíts egy papírvilágot, és nyerj cool cuccokat. Mit tudsz róla mondani, Evalint? Az 57 Digital bejelentette egy nagyon izgalmas versenyt, a Minecraft Papercraft Studio alkalmazásuk legújabb frissítésének alkalmával. Ennek a versenynek a lényege az, hogy egy Papercraft diorámát kell készíteni az alkalmazásuk segítségével, majd ezt lefotózni és elküldeni nekik Tumblr-en. Majd a nyereményeket a Mojang dönti el, hogy ki kapjon. Az első helyezett egy Xbox 360-t kap, MC-t, iPad Mini-t és Jinx ajándék utalványt. A második egy iPod Touch-ot, és a harmadik pedig csak egy Jinx utalványt, de ez is megéri. Ez minden, amit kapnak? Szerintem ez bőséges nyeremény. Emlékszem, legutóbb még mi is részt vettünk egy nyereményjátékban egy ilyen rajzpályázaton, amit a Jinx és a Mojang közösen hozott össze, de hát sajnos nem nyertük meg, pedig közel álltunk a győzelemhez, és hány dollárt is kaptunk volna? 200 vagy 500 dollár, plusz még 500 dollár Jinx költőpénz, amiből mindenféle fejhallgatót, pólokat, tehát amit a Jinxhez kapsz, abból tudsz venni gyakorlatilag jó kis ruhákat, többféle játékhoz, akár World of Warcrafthoz is, ami tökre nem Minecraft téma, de mindenféle játékhoz lehet venni pólókat, bögréket, tollakat, fejhallgatókat, egereket, ilyesmiket. Tehát igen. De most nevezünk egy kicsit hazai vizekre. Szerintem már sokat hallottatok Colos 22-ről, aki hát nem egy jó hírnevű online karakter, szerintem. Én legalábbis úgy hallottam, hogy ellopja ugye az accountokat a kliensén keresztül, mert hogy neki van egy magyar Minecraft kliense. Erről is sok rosszat hallottam, hogy ezt úgy olozta össze, stb. Nem tudom, hogy ebből mi igaz, mi nem, de annyi biztos, hogy a gyerek nagyon sántít, és hogy nagyon sokan nem szeretik ezek miatt, a gaztettei miatt. Tehát nem érdemes az ő kliensét használni, én azt mondom, mert ha belépsz oda az eredeti Minecraft felhasználod a jelszavaddal, akkor könnyen bizony ellophatja, és azon veheted magadat észre, hogy hopp, volt Minecraft, nincs Minecraft, vagy hogyha más, szóval nem érdemes szerintem. Ha már mindenképp tört klienst akartok használni, akkor hát ugye mondhatnám a Mineshaftert, meg a Minecraft SP-t, de ugye most az új patch miatt most más a felállás az 1.6-os patch óta, de ezzel most át is térhetnék az 1.6-os patch-re. Nemrégiben ugye kijött ez a frissítés a játékhoz, amely alapjáraton ugye hozott magával egy új klienst, ami a törtösöket már megint rosszabbul érinti, de az eredeti kliens használóknak ez nem volt olyan nagy gond, viszont a tört szervere, a tört kliens használóknak macerás volt kicsit ennek a beszerzése, de hát gondolom biztos meg tudták ezt oldani. A bedrockminers.atv.hu híroldalon is azt hiszem lett posztolva erről egy információ, hogy ez miként lehet csinálni, egy ilyen kis rövid tutoriál. A játékba bekerültek ugye a lovak, hozzá páncélok, nyerek, be lehet fogni, ki lehet kötni az állatokat, stb. Tehát az ilyen alap dolgok, amik mindig jönnek a patchekkel, új építőblokkok, színes agyagblokkok, nem is kevés, elég sok szőnyeg. Igen. Az is mindenféle színben. Igen. Szörnyekből elég érdekes dolgokat ki lehet hozni, tehát most már még jobban lehet kreatívkodni az építésben, bár szerintem azért egy kicsivel több dolgot belerakhattak volna a patchbe, vagy hamarabb kijöhetett volna, mert azért eléggé húzták. És az 1.6-os patch után egyből nemrég jött az 1.6.2, ami már csak bugfixeket tartalmazott, de ilyen kis alaphibákkal, szóval miért nem adták ki előbb? Na mindegy, lényegtelen. A fontosabb része az 1.6-nak a modding supportnak az előszele a resource pack, ami a textúra packnak a felváltója, helyettesítője. Ezzel több mindent lehet csinálni, hiszen nem csak a textúrákhoz férünk hozzá immáron, hanem a játék hangjaihoz, hangfájlok, és a nyelvi fájlokhoz
ebből is a legfontosabb szerintem a hangfájlok, hiszen így képzeljétek el, mennyi lehetőség van egy szerverem, hogyha van egy saját szerveretek, mondjuk csináltok egy adventure mapet, és hát mondjuk bucketot használtok, nem modoljátok tele a szervert, normál bucket, pluginok, kész. Berakjátok a textúrapakot egy adott területhez valami olyan pluginnal, amivel kijelöltök egy zónát, és akkor oda textúrát tudtok linkelni. Ugye most már ez resource pack, de szerintem készítettek ilyet, annó ilyen volt az iZone, de az már az emode, azt annyira nem frissítik. Szerintem lehet, hogy a World Guardhoz is van egy ilyen kis kiegészítő plugin, de biztos találtok bucketom. És képzeljétek el, hogy van egy adventure map, ahol szépen bemész, és ott új textúrákat tölt le, ez már régebben is megoldható volt, de emellett új hangokat is. Tehát ha bemész egy elhagyott kastélyba, amit készítesz, akkor ott megváltoznak a játékhangok. Más zenék mennek, ilyen horrorisztikusabbak, minden hangot kicserélhetsz, tehát az egész atmoszférát te teremted meg, ezer milliószor jobb adventure mapokat lehet készíteni. Képzeld el, ahogy belépsz egy ilyen kísértett kastélyba, kinyitod az ajtót, ilyen nyikorgó hangja van, és ahogy gyalogolsz a deszkapadlón, az is így nyikorog, meg minden, meg ugye egyedi zenék, ilyen horror zenék, meg ilyeneket is be lehet rakni, úgyhogy szerintem elég jó hangulatot lehet ezzel kreálni. Igen. Meg most jött a Mojangnál egy ilyen új hír, nem régiben, bár nem mondom, hogy hírértékű hír volt, mert csak annyiról szólt, hogy kiposztoltak bizonyos szídeket, amik a legpopulárisabbak, legnépszerűbbek, Pocket verzióra, Xbox 360 verzióra és a PC verzióra, hogy milyen szídek azok, amiket a legtöbbet használják az emberek. Szerintem ez egy teljesen értelmetlen hír volt, mert mindegy, vannak ilyen szídkereső weboldalak, aztán most megtalálod, tehát gondolom, amivel ki kell tölteni a szürke hétköznapjákat. Vélemény arról, hogy mi hiányzik a játékból jelen pillanatban szerinted, mi az, amit fejlesztettek, de úgy nem az igazi. Hát igazándiból a Minecraft az alfában volt a legeslegjobb, mert akkor még nagyon egyszerű volt, és nem volt túl bonyolítva, de az is tetszik, ami felé haladnak, az pedig az RPG-sítés. Ez egy nagyon jó ötlet, csak az a baj, hogy nagyon félkész, tehát rengeteg dolog hiányzik belőle, nincs meg az a RPG érzés. Oké, hogy van XP bar, meg potionök, enchantolás, meg ilyenek, de ez még mindig kevés. Hát igen, olyan szempontból tényleg kevés, hogy most alapjáraton, ha fejleszted a karakteredet és meghalsz, akkor mi történik? Puff, elúszik az XP, a cuccok, oké, pluginnal meg lehet oldani, de ez nem az igazi. Milyen RPG az, már hogyha az RPG felé kacsinygat a játék, akkor már gondolom próbálnak normális RPG dolgokat kihozni belőle, de nem tudnak, mert milyen RPG az olyan, ahol meghalsz, és eltűnik az XP, a fejlesztés, és milyen RPG az, ahol a fejlesztések ratyik, mert szerintem eléggé ratyik ez, ami az XP-ből kihozható, most ilyen enchantok, ez is alapjáraton egy olyan borzadályos rendszer volt, hogy random össze-vissza dobálta az enchant könyv, szerintem szörnyű volt, most már ennél egy fokkal jobb ezekkel az új könyvekkel. Szerverre így lehet csinálni izéket, hogy könyveket adsz el. De annól emlékszem, hogy még a Bedrock Miner szerverre még mi írtunk egy ilyen enchant templom plugint, ahol egy adott szintér fixen egy adott enchantot kaptál egy megadott cuccra, és tök jó volt. Tehát, hogy fejlesztik ezeket az RPG dolgokat, de mindenbe belefejlesztenek, és nem fejezik be, nem forrasztják ki, csak félig odahányják a játékosok elé, és szerintem ilyen szempontból most én azért, tehát most megvettem a játékot, meg ebben lint is, de megérte? Csak azért, hogy legyen skinünk? Nem. Vagy hogy online szervereket tudjunk menni? Nem, mert a third szerverek is. Teljesen. Tehát az offline szerverek is ugyanazok a szerverek, mert sokan abban a tévhídben vannak, hogy nem, de ezek is ugyanolyan szerverek, ugyanúgy otthonról futnak, vagy hosttól, vagy szóval szerverteremből lényegtelen ugyanazok a szerverek. Na jól van, ennyi volt mára szerintem itt a magyar Minecraft híradás. Akkor
jók legyetek, nézzétek továbbra is a videónkat, hogyha tetszett, akkor kérlek iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és további kellemes napot, mert itt baromi meleg van. Képzeljétek el, hogy most nem megy se ventilátor, semmi ablak, csukva, hogy a zaj ne jöjjön be. És én inkben vagyok. Ő bizony inkben van. Alatt a póló. Szóval kockák, jó nyarat, sziasztok! Sziasztok!